Mi más is készülhetett volna az ingyom-bingyom kézműves műhelyben, mint például egy a húsvéthoz kapcsolódó plüssnyuszi. Miután közeledik a húsvét, egyre jobban, úgyhogy kis nyuszikákat tömünk, tüneményes kis nyuszikat, nyuszi fészekbe répát, hogy nyuszi jól lakjon, ugye? Akkor a kis lámpásokat lehet, de lehet használni tulajdonképpen vázának, egy kis kerti nárcisznak, tulipánnak, gondoltuk el is az asztalon kis aranyossal mutat egy kis vágott virággal, és lehet nagyon szép koszorút, adjatok nekem csak egy koszorút, és nagyon szép kis koszorúkat csinálhatnak itt, ilyen kis ablakdísz vagy ajtóra fölrakni. Hát olyanokkal próbálkoztunk is, egyszerű, hamar elkészíthető legyen, ne kelljen vele sokáig dolgozni. Az ötlet pedig bejött, a gyerekek ugyanis nagyon élvezték a kézműveskedést. Ezt meg kell tömni ilyen vattából, és utána össze kell kötni itt az elejét, és utána meg ezt rá kell ragasztani. Magyar Női Unió Egyesület kézműves foglalkozásokkal készült, illetve egyéb gyermekeknek és családoknak szóló foglalkozásokkal. Kézművesség keretében a gyermekek készíthettek a húsvéti ünnepekre különböző kis ajándékokat, amiket ki lehet akasztani akár az ablakba, vagy egy autóba, illetve kreatív módon akár a nyusziknak répát is tudtak tömni. Ezen kívül a Magyar Női Unió Egyesület gyermekfelvigyázást is biztosít, a Tolnai Család és Karrierponttal együttműködve, tehát óvónő is rendelkezésére állt a gyermekeknek, amíg esetleg a szülők is kreatívkodnak, addig a gyermekek is tudjanak játszani. A programot egy pályázat tette lehetővé. Ugyanennek a pályázatnak köszönhetően tudtak tavaly Tolnán kialakítani egy Család és Karrierpontot. Azt látjuk, hogy egyre nagyobb az érdeklődés, egyre többen értesülnek a programokról, információkat szeretnének kapni, akár hogyha a hölgyekről beszélünk, hiszen a Család és Karrierpontban elsősorban a hölgyeknek szeretnénk a munkaerőpiaci felzárkózásban segíteni, ők érdeklődnek pályázati lehetőségek iránt, és az ilyen maihoz hasonló tréningprogramok iránt is érdeklődnek. Ez a Családgyermek Vállalkozás nevet viseli, ezen kívül van Nőnek Lenni Jó programunk is, ahol pedig stílus és frizura tanácsadással is segítünk. Tehát egyre nagyobb az érdeklődés, egyre többen tudnak róla, mesélik el a szomszédoknak, barátoknak, családtagoknak. A 2021-ig tartó projekt fő célja, hogy segítse azokat a nőket, akik gyereknevelés mellett akarnak dolgozni. Ennek érdekében 3 éven keresztül képzéseket, tréningeket és a mostanihoz hasonló gyerekfoglalkoztató programokat tudnak szervezni a projektgazdák, akik a friss pályázati és munkalehetőségekről is tájékoztatják igény esetén a hozzájuk betérőket. Nagy volt a tumultus a Városháza melletti Család és Karrierponthoz tartozó gyermekmegőrzőben a hétvégén. Itt folyamatosan szakképzett óvónők felügyelnek a gyerekekre, amíg az édesanyák a pályázat által elérhető képzésen vagy tréningen vesznek részt. Ezek a felvételek korábban készültek a Magházban. A háztartási praktikák nevet viselő rendszeresen jelentkező programsorozat szintén a Család és Karrierpont munkatársainak köszönhetően valósul meg újra és újra. A rendezvények ötletgazdáinak célja, hogy a klasszikus főző- és sütőiskolákat érdekes, ismeretterjesztő előadásokkal színesítsék. A hónapok óta futó rendezvényekre egyre többen látogatnak el rendszeresen.